Szia! Ez itt az Egy Szakállas Férfi vlogja, ez már a 33. adás, amelynek a témája kis apróságok lesznek. A mai napra nem készült egy konkrét témával, igazából pár apróságot emel neki az elmúlt napok eseményéből. Az első, a macskaharc áldozata lett egy elég jó állapotban lévő farmer, ami most már ezt nem mondhatja el magáról. Igen, lett egy szép kis vágás a hátsó részén. Ez a hátsó részen történő anyagfáradás akkor következett be, amikor az egyszakállas férfi mandulával, azaz a macskával Benny Hill Show zenére felalá futkározott és hajolgatott és ugrándozott és próbálta meg kitenni a tornácról. A történet érdekessége az, hogy napokig járt ilyen formában az egyszakállas férfi az esti sétájára, ami azt jelenti, hogy 2-3 napon keresztül úgy járt körbe a BME környékén, hogy hát szellőzött a nadrágja, amit ő alapvetően nem is érzett, mert jó idő volt minden, amikor kiment, 15-16 fok volt a legrosszabb, de fura is lett volna, hogyha szólnak neki, mert igazából nagyon kevés emberre találkozott, ők szemből látták, és aki a seggét nézi, hát az meg is érdemli. A következő kis apróság, az egyszakállas férfi végre tudott venni friss kalácsot még a boltban, amikor lent volt. Volt neki egy liter teje is, igazából kettő, ami hűtőből már csak egyet számol. A lényeg az, hogy a kalácsot pár napig igazából el is felejtett, viszont a jó csomagolás miatt a kalács még a mai napig friss hatást keltette, tejjel elfogyasztotta úgymond ebéd helyett. Egyszerűen édességéhes volt, és valami másra vágyott, és az a tej és kalács kombináció az teljes mértékben kielégítette az ízlelő bimbóit. A lényeg az, hogy már nagyon régen evett friss kalácsot, igazából ilyen előre csomagolt volt, amit legutoljára is fogyasztott, és annyira jól esett neki, hogy tényleg az élvezetekért, hát kicsit túllette magát, és egy siestát is vont maga után, ami meg is ejtett, és így a napi rutinja egy kicsit felborult, a munkák egy részét elvégezte már délelőtt, viszont így a korai ebéd és a korai siesta miatt egy kicsit megcsúszott a napja. De hát ezek a kis apróságok, az élet kis örömei, azok mindig szükségesek ahhoz, hogy a lelkünk is egészséges maradjon. Szó volt már említés szinten a munkáról is. Ez a mai nap, ezek az elmúlt napokban egyre több olyan kis megbízást kapott volt ügyfeleitől, amik nem jelentenek nagy kihívást, viszont a sok kicsi sokra megy elve alapján mindig van neki mit csinálnia, nem feltétlen tud foglalkozni a saját projektjeivel, ami nem is gond, mert azok közvetlenül még nem hoznak neki bevételt, viszont ezek a kis munkák így folyamatosan duzzasztják úgymond a bankszámláját, és az ügyfeleik is elégedettek, és amelyik ügyfél elégedett, az szépen tud egyről a kettőre lépni, így az egy marketinges férfi révén. Tehát sosem unatkozik, mindig van valamit csinálnia, van munkája, és ennek nagyon örül, és ezt továbbra is szeretné megtartani, és ezért mindent megtesz azért, hogy az ügyfelei elégedettek legyenek. Emellett még több olyan ajánlatot is kapott, vagy hoztak felé, aminek kellett ajánlatot adnia, és ezek a munkák is még a csőben vannak. Kisebb-nagyobb munkák vannak, így a láthatáron, amiről ajánlatot kell adni az egyszakállas férfinak, amelyikre ajánlatot fog adni, az csak olyan lesz, amit jó szívvel el tud vállalni. Biztos, hogy vannak olyan megbízások, amiket el lehetne vállalni kevesebb pénzzel is, viszont nem éri meg a bennük rejlő fejfájási lehetőséget. A mai olvasás még várat magára, biztos, hogy meg lesz tartva, viszont alapvetően az olvasás maga nagyon hasznos, mert a kiút a dr. Csernus Imre könyve építette már nagyon sok szinten az egyszakállas férfinek a lelkét, a gondolkodását, és ez nagyon hálás is ezért, és ezért is fog hasonló könyveket majd olvasni idővel beosztva. Illetve Weiser Istvánnak a vevőszerzés vásárlói értékteremtés, hogy nem tudja pontosan most a címét, de neki a könyve tényleg abba segít, hogy hogyan adjon jobb ajánlatot, hogy csináljon jobb sales oldalakat, hogy
és ezeket be is tudja már építeni mostani ajánlatadási folyamataiba és a mostani sales oldal terveibe is, és ez is tényleg nagyon hasznos. Szóval az egyszakás férfi azt ajánlja, hogy olvas. Ha már a seggeden maradsz és otthon maradsz, akkor olvas. Olvas olyat, ami fejleszt. Szóval a lényeg az, hogy az olvasás az egyszakállás férfi megítélése szerint nagyon hasznos eszköz abba, hogy a karantént átvészeljük. A következő ilyen apróság, az nem más, mint a leégés. Tovább is lehet látni, hogy még nem teljesen vette föl a megfelelő szint az arc, ami mindig vörös, és a füle is vörösek még, de a folyamat már elkezdődött, és már kevésbé fáj, igazából nem is fáj, de még piros. Ez a szín már csak pár napig lesz valószínű az arcán, addig valahogy megoldja. De ugyanúgy készülnek a videófelvételek, ugyanúgy élte abba az életét. Persze ez nem olyan dolog, ami miatt ezt meg kéne szakítani, de vannak olyanok, akik tényleg egy kis leégés után nem állnak kamera alé. Az utolsó, ami kis dolog, vagy kis apróság, ami nem is annyira apróság, ez igazából a takarítás. Az egyszakállas férfi már kicsit halogatta ezt, gyűlik a mosatlan, a mosás, és igazából ezeket kéne első körben helyre tennie, valamint egy felsöprés és egy felmosás páros is nagyon jól jönne, és amit már egy ideje halogat, amit nagyon-nagyon halogat, mert nagyon-nagyon nem szereti, az az ablakmosás. És az ablakok lemosása az azért is gond, mert az erkélyben van ablakosítva, az egy dupla réteg. A kinti ablakok azok csak egyrétegűek, viszont ami bent van az eredetileg a lakáshoz tartozó ablakok, azok két rétegű, szóval magyarul sokkal több ablak van, amit le kell mosni, és ezt egy szakács férfi nem szereti. Valószínű azt a megoldást fogja választani, hogy a kintieket lemossa egyszerre, és utána a belső ablakokon is végig fog haladni. Szóval ez egy nagyon nem olyan feladat, amit már halogat, amit nagyon nem szeretne, de valószínű a héten ez is meg fog valósulni. Ezek voltak a kis apróságok, a kis dolgok, az élet apró örömei, meg az élet apró, nem örömei, de azért az egyszakállas férfinak, hogy ne legyen egyszerű az élete, ezért vannak jó és rossz dolgok, vannak kellemes és kellemetlen feladatok, és igazából ezeket meg kell oldani ahhoz, hogy egyről a kettő tudjon lépni. És ezzel szeretném megköszönni a figyelmet, ha tetszett, thumbs up, a kommenteket, lájkokat, hozzászólásokat továbbra is várja az egyszakállas férfi. Ja, és igen. Maradj otthon, maradj a seggeden, fejlesd magadat. Csá-csá!